Üdvözlök mindenkit, Nekrokin vagyok, jönnek is Modern Warfare 2019, páram páron megkértétek, hogy beszéljek a fegyverekről, a kiegészítőkről, melyik a jó, melyik a nem jó, fordítsam le a perkeket, igen, azt, azt eljutok odáig, hogy egyszer lefordítom a perkeket, de ebben a videóban és ezt is írtam egyszer, valaki kérte, hogy mikor csinálok egy videót a kiegészítőkre, hogy melyik jó, mi a nem jó, és írtam neki, hogy hát mivel nagyon sok van belőle, a modern vársad, próbálok kitalálni egy általánosságot, amit le lehet vezetni nagyjából az összes fegyverre, és ezt próbálom átadni, hogy erre ügyeljetek nagy általánosságba, és akkor egy kicsit jobb teljesítményre számíthatok a fegyverekkel kapcsolatban. Ugyanis a Modern Warfare 2019 többek között az elsőtán olyan játék, ahol a fegyverek és azoknak a sebzés mechanikája némileg másképp működik, mint a régebbi megszokott Call of vagy úgy általánosan megszokott, mint játékokban. Mire gondolok ez alatt? Szóval vegyétek figyelembe azt, amikor fegyver teljesítményt néztek a Modern Warfare-ben, hogy nagyon precízen um, megvan oldva a sebzés, illetve az RPM és a fegyver tűzgyorsaság, milyen gyorsan lő. És, és azoknak a kombinációja, és ezen szóval az RPM, a fegyver RPM, a, a tűzsebesség, illetve a sebzés pontoság, stb. nincs összefüggésben a kiegészítőkkel. És ha kiegészítőket raksz a fegyverbe, az igazából a te agyi stimulációdat fogja befolyásolni. A fegyver nem lesz jobb tőle, ha azért állítasz be egy bizonyos uh, alkatrészt a Modern Warfare 2009 ben a fegyveredbe, 2019-ben a fegyveredre, ha azért állítasz be egy alkatrészt, mert hogy pontosabban lőj headshotokat, az nem biztos, hogy kifizetődő lesz. Mivel, hogy a fegyverek a Modern Warfare-ben, ebben a Modern Warfare-ben nem feltétlenül a legjobb, hogyha headshotokra mész. Mire gondolok itt? Például az M13 az egy olyan Assault Rifle, aminek headshotra nincsen multiplier magyarul, hogyha headshotra lősz, ugyanolyan, mint hogyha testre lőnél. Oké? Okay. Uh, nagyjából 5 golyóból öl ez az asszolt fegyver, és mindegy, hogy fejre találod el, akkor is négy golyóból fog ölni, maximum, attól függ, milyen távol vagy, szóval ennyi erővel lőhetsz testre, fejre, tök mindegy, a lényeg az, hogy, hogy nem feltétlenül kell kill cél, fejre lövéssel ahhoz, hogy megöld az enemét, és ez, mivel hogy a Modern Warfare lesz nagyon segíti a, az újoncokat a játékban, és az újoncoknak nehéz fejre célozni, a testet könnyebben találják el. Ezért sok fegyver, van olyan sok olyan fegyver van Modern Warfare 2019-ben, amivel ha fejrelősz, nem igazán jutsz feltétlenül előnyhöz. Szóval ezt elsősorban meg kell értenetek. Amit fontos, ami itt fontos, az arra figyeljétek, hogyha fegyverválasztásra kerül a sor, mennyi az RPM, mekkora sebzése van, és ez, ez ennek utána kell nézetek, hogy adott fegyverek mekkorát sebeznek adott távokon, de azt mondom nektek, hogy 70 méteren belül mindegyik fegyver, mindegyik kivétel nélkül mindegyik fegyver 70 méteren belül egy maximálisan 6 golyóval öl, beleértve az SMG-ket is. Oké? Okay? Szóval három és 6 golyó között 70 méteren belül lesz sikerélményed, lesz egy kill confirmed. Ez az általános szabály. Ezen belül mindegyik fegyver uh, kiegészítőkkel más és más funkciót uh, más és más sebzést ér el különböző távokon, mivel hogy ugye van bullet drop. De, hogyha tartod a közép távot, minden pályán, ha egy közép távon harcolsz, az egy biztonságos 3-4-5 golyó Fegyvertípustól függően 3-4-5 golyó középtávon biztos, hogy meghalnak. Távolságra már bizonyos kiegészítőket kell használni, de akkor is 3-4 golyóba kerülhet a golyó. Közeltávon a csatát az RPM fogja eldönteni. A pontosabb, a precízebb és a gyorsabb célzás fogja eldönteni. Elméletileg, hogyha nincs lag, nincs stb., tehát hogyha gyorsabb vagy, nagyobb RPM-ed van, és, és, és kész. Nagyjából ennyi. Szóval a gyors RPM-ű fegyverek közeltávon mindent ledarálnak, függetlenül attól, hogy hángolyóból ölnek. Gyakorlatilag egy mp t egy M13, vagy MP5, ezek nagyon gyorsan ledarálnak. közeltávon kevés fegyver bír eséllyel ellenük. Na most hogy ezen a szekción túlestünk, akkor beszéljünk arról, hogy hogyan válaszunk magunknak kiegészítőket. Elsősorban én magamon, saját példámból szeretnék kiindulni, és lehet, hogy ezáltal tudok nektek is segíteni. Én egy régi játékos vagyok, és a régi játékokban, a shooterekben, kodban is, battlefieldben is, csében is, mindegy, mindegyik, amivel játszottam, létezik fegyver visszarugás és kontroll. Kontrollálnod kell a fegyverenek a visszarugását, és régen a játékok még nem voltak olyan precízek, hogy a kiegészítőkre különböző statisztikai adatokat raktak rá, ami befolyásolta a fegyvernek a viselkedését. Tehát nagyjából mindegy volt, milyen kiegészítőt raktad rá, az csak egy optikai illúzió volt számodra, és a segített, de statokat, fegyver statokat nem befolyásolt, mert régen ez nem de régen viszont volt nagy visszarugás a fegyvereken, és ezáltal a kontrollhoz az egér, az izom memóriám nekem hozzászokott, hogy nekem kontrollálni kell azt az adott fegyvert. Na most a Modern Warfare esetében kiegészítőkkel elérhetsz olyan precíz lövést, ahol szinte már kontrollálni nem kell a fegyvert. Az én esetemben ez nekem nagyon zavaró, mert nem tudok egyenesen lőni egy egyenes fegyverrel, ami nem rángott. Mert, mert az izom memória kezembe finom kis igazításokat csinálok egérrel, hogy kompenzáljam ugye a recoil -t. Vagyis a fegyver visszarugását. És ehhez szokott hozzá a kezem. Ez, van bele az izom memóriába. És ezért mind, az elején minden fegyverre rámentem. Pontosság, 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 pontosság. És, és rájöttem, hogy kurvára nem tudok célozni. Pontosan kell, hogy legyen a fegyvernek egy kis játéka, a visszarúgása, sőt lehető legnagyobb visszarugása legyen meg számomra a fegyvernek, mert ha nem, nem tudok nem tök nyílegyenesen lőni, ezért nem használok makrót, mert <laughs> így, így nem tudok valamit kezdeni. És uh, muszáj, mert egy kicsit izom memóriában benne van, hogy a fegyverek rángatása. És mivel, hogy olyan nyílegyenesen lőtt a fegyverem, ide-oda rángattam egy picit, és mindig mellé lőttem. Na most, amit rájöttem, hogy nekem a rángatós fegyverek a jobbak, az akkor minél jobban benne voltam a játékban, precízebben tudtam célozni, mert izommemóriából korrigáltam a fegyverek visszarúgását. Oké, ezt fedezd fel magadban, hogy te melyik fajta játékos vagy akinek kell az, hogy egy kicsit jobbra-balra -jobbra járjon a fegyver, mert hogy szereti visszafogni, vagyis azt szokta meg, vagy az, aki precízen helyből nyíl egyenesen tud lőni, és ezt a négy első négy-öt golyót nyíl egyenesen bele tudja lőni a célba, és az alapján kell megépítened a fegyverednek a kiegészítőjét, ami arra segít, hogy a például a kontrollt, ugye az úgynevezett kontroll minél-minél precízebb és magasabb legyen. Az azt jelenti, hogy a fegyveret majd, hogy nem nyílegyesen fog lenni. Így is van egy kis visszarugás, de nem olyan mértékű. Tehát az arra szolgál, hogy azt az első négy-öt golyót beleerezd a, a izébes úgy halljon meg. Szerencsés vagy, ha így tud célozni, és kevésbé, ha úgy tud célozni, mint én. Szóval legalábbis ebben az új modern warfare játékban, mert a régi játékokban az volt az előny aki jobban tudta visszafogni a fegyvernek a visszarugását. A következő dolog, amire figyelned kell, és nagyon fontos, szinte fontos, mint bármelyik kiegészítő, amit rárakszam ebben a játékban, ugye a Modern Warfare 2019-ben, az pedig a Aim Down Sight Speed. Minden kiegészítő mutogatja neked ott nyilakkal, hogy mire erősít rá, de amit fontos elolvasod, hogy mi, miben -e gyengít. És a legtöbb kiegészítő, egy olyasmiben gyengít, hogy Aim Down Sight Speed. Oké, okay. az az, hogy milyen gyorsan emeled a fegyvert szemhez. Ez egészen három képkockáig is eltolódhat. Három képkocka, amíg a karaktered a szeméhez emeli a fegyverét. Most ez egy profi játékos megérzi, tehát három képkockát megérez egy tapasztalt játékos, egy újonc játékos nem fog megérezni három képkockát, mert nem tudja még, hogy mi a különbség a kettő és másfél képkocka között, ami ebben a játékban van, és a három-négy képkocka között. Ezért az új játékos, mivel hogy optikai alul illúziót keltő és kényelmesebb a szemnek, optikákat rak rá arra a fegyverre, ilyen kiegészítőd, olyan kiegészítőt, mert látja, hogy a vonalakot zöldbe mennek, és jaj, de erős és felraksz rá ugye egy optikai illúziót magadnak, ami valóban segít a jobb célzásban, de lerontja a sebességedet. Jába klikkezte gyorsabban, mint mások. Az a az agyad stimulációja úgyis csak akkor fogsz lőni, miután már felzúmoltál teljesen. Főleg, hogyha még nem vagy annyira pró, hogy egyszerre csináld mind a kettőt, tekintve hogy ebben a játékban a golyószórás zoom közben hatalmas, szinte kénytelen vagy előbb zoomolni bele, nézni abba a skóba, abba a szkóba amit ráraktál a fegyveredre, és utána lőni. Három képkocka az pontosan elég arra, hogy az ellenfeled lelőjön. És ez itt a lényeg, ezt kell észreved, hogy te melyik játékos vagy? Rush, agresszív rush, vagy taktikus kemper? Taktikus kempernek arra érthető, hogy felrak egy optikát, szeret elbújni, sítőt játékban nehezebben céloz, öm, kell neki az a precizitás, meglássa az ellenfelet, eltalálja, szükség van rá, de cserébe fel, feláldozza az egyik legfontosabbat egy ilyen reflex shooterben, mint a Call of Duty, az Aim Downside speed vagyis milyen gyorsan emeled a fegyvert a szemhez. Na most, ha egy resoló játékos vagy, akkor nem szabad, ki kell egyensúlyoznod, oké? Okay, tehát azt mondom, hogy kettő képkocka még elviselhető a zoom sebességben. Két képkocka, még már azt is megérzed, de. A legjobb balanszot kell magadnak megtalálni ebből a szempontból. Vedd figyelembe, hogyha az Aim Down Sight Speed-et megemeled, veszíteni fogsz a kontrollból. Szóval ki kell egyensúlyozd. Ha építesz a kontrollra, lassítasz az Aim Down Sight Speed-en. Ha gyorsítasz az Aim Down Sight Speed-en, veszítesz a kontrollból. Te... Én például az M4-en találtam meg a legjobban ezt a beállítást, az én M4-en rangot, mint a hülye de engem nem zavar, mert sokkal gyors, instant zoomolok majd, Tehát egy a másik két képkocka alatt zoomolok, és ezáltal nem kések. valóban gyorsabb tudok lenni, mint az ellenfelem. Értitek, amit mondok? Szóval elértem azt az optikai csalódást, azt a stimuláció az anyagnak, gyorsabban tudok zoomolni, kevesebb kéckockából tudok zoomolni, ezért gyorsabban reagálok, amit belép zoomba a fegyverem, már lövök. És ez, hogyha a másiknak mondjuk van egy a fegyverén, ő lassabban zoomol, és később fog kez kezdeni lőni. És mindezt annak érdekében is teszem, hogyha szar az internetem, lag van, hülye kapcsolat, akármi, még minden előnt megadok magamnak, és amúgy is egy agresszívan rássaló játékos vagyok. És hogyha már ott valaki a sorokban kempel egy szkóppal, és úgyis lassabban zoomol, mint az én fegyverem, akkor legalább minden esét megadok magamnak vedd észre, melyik játékos vagy te. Ebben a játékban mind a két szerepnek helye tud lenni. Iszonyatosan kempelős tud lenni a játék, egy taktikus, és iszonyatosan rassolós is tud lenni a játék, attól függ, milyen lobbit fogsz ki. Mind a kettővel helyt lehet állni. Csak tudnod kell, hogyha felraksz rá szkópokat, akkor le kell lassíts. Ha felraksz rá öt kiegészítőt a fegyveredre, akkor le kell lassíts. Összinte mondom nektek, a legjobb ha semmilyen kiegészítőt nem raktok a fegyverekre, számomra például szinte az a legjobb. Egy max. két kiegészítő rakok rá a fegyverre, hogy ahol valamit veszítek, ott valamit nyerjek is, maximum és kész. Számomra az egyik legfontosabb adat a sokfasság közül, ami van ebben a játékban, az az Aim Down Sight Speed. Semmi más nem érdekel. Egyes fegyverek esetében, mint smg például a range érdekel, tehát melyik távon... Ö, ö, milyen távon uh, tudjam effektíven ölni a enemit, Ez azért, mert a pályák viszonylag nagyok ebben a játékban, és sokszor van az, hogy elég távolra kell lőni egy SMG-vel is, és akkor legalább egy nagyobb távon legyenek hatékonyabbak a golyók. Hú, azt hiszem, hogy mindent elmondta a srácok. Uh, Ha még szeretnétek uh, valamilyen témával kapcsolatban beszéljek, hogy mi, hogy, hány, mert meddig ne kérjetek fegyveradatokat, az, az rengeteg munka, és nem szívesen megyek bele, annyi időm nincsen, hogy mindezt belemenjek, én magam is utána nézek, hogyha vala érdekele fegyver, utána nézek annak, hogy hogy sebez, milyen távon sebez, mekkora ejtése, mi a legeffektívebb build rá, kiegészítőkkel kipróbálom, és hogyha nem tetszik, módosítok, ha tetszik, akkor megtartom. ez egy olyan valami, amit nektek magatok kell utána nézni, ha van szó, hogy mekkora sebez, mekkora sebez, de amit mondtam, fontos. A fegyver, amivel lőtök, nézzétek meg, hogy van -e rá headshot multiplier, ha nincs, akkor testre lőjetek csak, mert lényegtelen, hogy, hogy ott kilótok, hogy a fejét eltaláljátok. Ez nem az a játék, ahol fejre kell lőni, mert, mert hát olyan, ami ilyen. ha fejre lősz, nem leszel feltétlenül elébe. Egy-két fegyver esetében előrben leszel azokat kideríteni, mint például az Odin, annak előnyben lesz, hogyha a tuszló léde az hihetetlő rángat is, szóval sok sikert, többi fegyverrel inkább lőj testre. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, következő videóid, ha tetszett, dobj a lájkot, iratkozz fel, szóval tudjátok, szokás. Következő videóig, sziasztok!